Még nem késő a tisztességes jelöltet választani, még nem késő a tisztesség oldalára állni. Így reagált Fekete Győr András arra, hogy a Jobbik elnöke etikai vizsgálatot kezdeményezett az MSZP zuglói jelöltjével, Tóth Csabával szemben, miután Hatházi Ákos dokumentumokat küldött neki korrupció gyanús ügyeiről. A stúdióban Fekete Győr András. Erről is fogunk beszélgetni. Jó estét kívánok a Momentum elnökének, miniszterelnök jelöltjének. Az előválasztás elkezdődött, látunk adatokat, mai műsorban is láttunk adatokat. Egy 20 000-es mintán készült nagy mintás felmérés adatait. Ennek alapján reménykedik még a második fordulóban? Hú, én nem láttam ezeket az adatokat. Úgyhogy nekem ez most teljesen új. Én meg azt tudjuk láttam, mutatni. Hogy azt... Kollégáim már mondják is, mindjárt nézzük meg. Nézzük. Na várjon, hát azért ennyire nem megy ez gyorsan, előkeszedj a számítógépből, addig beszélgessünk. Én azt láttam, hogy nagyon sokan álltak sorban a sátraknál, és azt, hogy sok 10 000 ember szeretne online is szavazni. Ez a 100 000-et közelíti a múlt heti előregisztráció és a mai napon bejelentkezőknek a száma. Hát és ma a hírek szerint azt hiszem Tóth Bertalan hozta ezt a hírt, több mint 50 000-en adták le személyesen a voksukat. Így van, szóval, hogy hasít a rendszer, és nagyon örülök, hogy a kezdeti akadozás után most fel tudott minden állni, és itt szeretnék egyébként elnézést kérni a teljes ellenzék nevében mindenkitől, akinek kellemetlen volt ez a hírt. Tóth Bertalan mondott az ügyben egy döbbeneteset, ezt meg tudja erősíteni, hogy mi szerint is egy szándékosan nyitva hagyott rendszerhiba volt az a oka ennek a támadásnak? Nem tudom ezt megerősíteni. Itt van a felmérés, ami alapján láthatja az adatokat. Ez nem mutat nagyon jól. Ez nem tudom, hogy ez ki állta, meg mi állta. Ez egy 20 000-es az internetes platformokon elkészített adatsor és a Pegapol nevezető szervezet készítette. Biztos. Jó. Mondtam úgy is, hogy ezzel, majd szembesítem, ez most megtörtént. De mit gondol ezekről, mert hogy nem az első ilyen felmérés adatot látjuk? Én azt gondolom, hogy szerintem azt tesz jót az előválasztásnak, hogy van verseny, hogy sokszínű a paletta. Én örülnék, hogyha nem ugyanaz lenne az eredménye az előválasztásnak, mint az elmúlt 11 év politikai küzdelmeinek az ellenzékben, tehát hogy ne ugyanazokkal az arcokkal, ne ugyanazokkal a politikusokkal próbáljuk meg leváltani az Orbán rendszert, mert akkor szerintem nem volt sok értelme az előválasztásnak. Én pont azért vállaltam a jelöltséget, hogy legyen értelme, és azt érzem és látom, hogy mögöttem áll az új politikai generáció minden tisztességével, lendületével és elszántságával. Nagyon élveztem az önöknél megrendezett vitát, a miniszterelnök jelölti vitát, és nagyon várom az RTL klubosat most pénteken, és rengeteg pozitív visszajelzést kaptam, és azt, hogy embereknek megváltozott a preferenciája, és azt mondják, hogy jöjjenek a momentumosok, jöjjenek az új arcok, az új megoldások. És mit tud hozni, amit nem hozhatnak a régiek? Ha régének tekintjük mondjuk Dobrev Klárát, vagy Márki-Zay Pétert, de hogy régiek? Aki megnézte a vitát, biztos kialakult benne egy benyomás. Nekem, amit mondtak, az volt, hogy itt friss energiák voltak, és itt elmúlt 30 évben, vagy elmúlt 30 év után sok rendszerváltást kell véghez vinni. Az egészségügyben, az oktatásban, a munkahelyteremtésben. Én beszéltem a 4 napos munkahétről, beszéltem a szektorsemleges finanszírozásról az egészségügyben, beszéltem a finn típusú iskolarendszerről. Szóval annyi minden van, amit meg kell csinálnunk, és ehhez bizony bátor, újító elképzelések kellenek. Ezt a Momentum tudta prezentálni, és tudja prezentálni. A leggyakrabban a kampánya elején a felcsúti per kifejezést használta, ezt valahogy elengedte. A vitán is elhangzott. Hát igen, de most se sorolta. A vitán is elhangzott, most sem hogy, a kormányváltás után az egyik első feladatunk az lesz, hogy ezt a per sorozatot, mint polgári, mint büntető jogi perek sorozatát, ezt megindítsuk. De én jobb szeretek beszélni arról, hogy milyen lesz az az új Magyarország, ami Orbán Viktor után jön. Az nem tartozik hozzá a rendcsinálás? Hogyne, hogyne. Annak az első lépése, nem hiába a Momentum az egyetlen politikai párt, ami letett az asztalra egy szakértőkkel, pénzügyjogászokkal, cégjogászokkal, volt ügyészekkel, bírák kidolgozott 25 pontos rendszerváltó forgatókönyvet. Csak nekünk van ilyen szempontból konkrét és világos ajánlatunk. Most már öt. Szóval, hogy a sok párti megállapodásban benne lesz az a 25 pont? Mi azon dolgozunk, hogy igen, mi letettük ezt a kormányváltó pártoknak az asztalára, és hát
ha én vagyok a közös miniszterelnök jelölt, akkor természetesen ott lesz. Ha meg nem én vagyok, akkor azért fog dolgozni, hogy ott legyen, mert ezen sokat dolgoztunk, és szerintünk ez a jó út. Hat párti az most is, ugye Márki-Zay Péter benne van, az MMM-mel viszont nem került be Hajdanában Pálinkás József pártja, mint ahogy végül aztán sokan vagyunk, került bele. Sokan vagyunk, sokfélék vagyunk, ez így volt, szép és jó. Van egy, voltak éppen máig tartó konfliktus a néhány párttal a zuglói ügy miatt. Ugye az volt a megállapodás, hogy a hivatalban lévő országgyűlési képviselő, ha elindul az előválasztáson, arra nem indítanak rá. Erre jött Hatházi Ákos, aki Tóth Csabával szemben elindult, ez némi összezőrenést okozott, és hát ez az összezőrenés az egyre hangosabb. Mi a tétje ennek az előválasztásnak? Szerintünk az, hogy meg tud-e újulni az ellenzék. Minél inkább meg tud újulni, annál valódibb lesz a rendszerváltás. És Zugló az ennek lett a szimbóluma. És itt ugye van egy korrupció gyanúba már sokadjára keveredett ember, Tóth Csaba személyében, és van egy Hatházi Ákosunk, aki pedig a korrupció ellenes küzdelem magyarországi zászlóvivője. Szerintem eléggé egyértelmű ez a képlet, és nekem kicsit rossz volt azt látni, hogy a pártpolitikai érdekeken sokan nem tudtak felülemelkedni, és például a Karácsony Gergely, Dobrev Klára és Jakab Péter miniszterelnök jelöltek itt a tisztességtelenség és a bestelenség oldalára álltak Hatházi Ákossal szemben. Én ezt nehezményeztem a miniszterelnök jelöltjét. Ezeket a jelzőket nagyon könnyedén kimondja, de van bizonyíték arra, hogy tisztességtelen és bestelen lenne Tóth Csaba? Hát van több is. Ugye, ha valaki megnézi Ács Dánielnek a 444.hu újságírójának a tényfeltáró dokumentációját a parkolási maffiáról Zuglóban, akkor ez egyik. Ha valaki visszamegy 2019. március 26-án, talán önnel beszélgetett Karácsony Gergely, aki bevallotta országvilág előtt, hogy az MSZP és a Fidesz mutyiztak és lepaktáltak egymással. Az pedig minden zuglói tudja, hogy Tóth Csaba a szocialisták vezetője Zuglóban. És most van ez az új ügy, ez a 110 millió forint, ami Tóth Csabához köthető, az ő cégéhez köthető, és amit ő nem vallott be a vagyon bevallásában, és amiért Jakab Péter egyébként jogosan az etikai bizottságnál őt feljelentette. Most nekem az a kérdésem, hogy mi kell még Dobrev Klárának, Karácsony Gergelynek és Jakab Péternek ahhoz, hogy azt mondják, hogy nekünk Hatházi Ákos innentől kezdve az emberünk. Szerintem az eddig is elég lett volna, de ez meg már talán. Én értem, hogy ez egyúttal egy kampánycél is, hogy Hatházi Ákos az ő emberük is legyen. De másfelől meg Tóth Bertalan itt az adásban elmondta egy órával ezelőtt, vagy nincs még annyi talán, hogy ő nem áll le a jelöltjük Tóth Csaba mellől, mert hogy minden egyes pontban elhiszi Tóth Csaba cáfolatát. Másfelől meg, hát ön meg úgy beszél erről, mintha konkrét bizonyítékok lennének a kezében. Vannak? Hát előbb említettem Hatházi Ákosnak a legújabb dokumentációit. Az egy állítás, tehát az dokumentumok vannak Hatházi Ákos kezében, ezt ugye megküldte a Tóth Csabát támogató miniszterelnök jelölteknek, és Tóth Bertalan nyilván az MSZP-nek a vezetője, de Dobrev Klára, Karácsony Gergely és Jakab Péter autonóm személyiségűek, lehetőségük van úgy dönteni, hogy a korrupció ellenes harc vezetőjét támogatják inkább. Az előválasztási bizottság döntését ez ügyben elfogadja? Hogyha meg lesz, hát nyilván most jön egy etikai vizsgálat. Én nem tudom, hogy mikor lesz ez a döntés, mi lesz ez a döntés. Én azt tudom, hogy van egy korrupciógyanús ember ettől az ügytől is függetlenül, és már csak pragmatikus érvem is az, hogy olyan emberekkel váltsunk kormányt és rendszert és korszakot, akire nem vetül a korrupció gyanúja. Szerintem ezzel ön is egyetért, a többiek is egyetértenek. Nyilván ez Hatházi Ákos mindenki az ember Zuglóban, rá van szükségünk. Akkor egy záró kérdés. Érdemes erre feldobni most ezt a miniszterelnök jelölti pozíciót? Erre az egy ügyre? Mert olyan, mintha ez lenne végül a kicsúcsosodása annak, hogy mit akar a Momentum, mit akar Fekete Győr András. Említettem, ez egy szimbolikus ügy, ez az ellenzék megújításának lett a szimbolikus ügye, és én arról beszéltem, hogy egy új politikai generációra van szükség, új arcokra, új lendületre és új megoldásokra, erről szólt a miniszterelnök jelölti vitán rengeteg felszólalásom, és erről szól a kampányom az Új Magyarország tervről. Ennek csak egy leágazása, ez a zuglói ügy, ezt nem mi emeltük meg, ezt a közélet emelte meg már sokkal korábban. Fekete Győr András, köszönöm szépen. Én is köszönöm. Jön a csat, hölgyeim és uraim, tehát vita bőséggel lesz még a mai estén, Simon András a letéteményese. Ez ügynek. Szervusz, András. Egon, jó estét kívánok. Erős hétkezdés ez, rögtön egy idézet a mai napról. Nem fog megremegni a kezem, amikor bilincsbe kell majd verni önt. Miniszterelnök úr, kéne kérni egy beutalót az elmére, mert a bolondoknak ott a helyük. Ezt Jakab Péter mondta a parlamentben. 4 harcedzett ember érkezik ma ide, 2 ügyvéd és 2 újságíró.
Fogunk beszélni erről, meg fogunk beszélni arról, hogy lehet-e kötelezővé tenni a COVID elleni védőoltást, meg arról is, hogy ma volt ugye egy bizottsági ülés Pegazus ügyben, erről ti is beszéltetek, de csak a kérdés lett több, a válasz nem. Szóval sok-sok témánk van, érdekes és izgalmas dolgok, és ez a négy ember nem nagyon fog egyetérteni ezekben. Mindjárt kezdünk. Hát hiszem, ettől lesz ez csat. Köszönöm, András. Önöknek jó tévézést, lesz mit nézni itt az ATV, lesz még híradó is, és holnap este mi is találkozhatunk újra, viszontlátásra.